Szerinted ez én csak a véletlenekben hiszek. Te csak a véletlen, igen? Ez jó beszélgetés lesz. De az ugyanaz, ha jobban belegondolsz. Igen, ugyanarról beszélünk, csak máshogy. Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok ma. Itt lesz velem Illés Fanni, világ- és Európa-bajnok, paralimpiai bajnok, úszó. Születési rendellenességgel, végtaghiánnyal, alsó lábszárak nélkül, összenőtt ujjakkal született. Összesen 4 paralimpiai játékon képviselte hazánkat. Tokióban megszerezte hazánk 150. paralimpiai aranyérmét. Párosunk másik tagja Gerlóci Márton, író, publicista, Ápli Lajos egyenesági leszármazottja. Már rögtön az első regénye hatalmas viharokat kavart, azóta túl van a 10. regényén. A legutóbbi időben emlékiratokat és napló bejegyzéseket búj, ugyanis saját családja bonyolult történetét írja meg. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Marci, te azt mondtad egy interjúban, hogy ha 2-nél több ember van egy helységben, te már nem érzed magad olyan jól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy most például annyira nem érzed magad komfortosan? Most, de igen. Milyen interjúban? Mikor mondtam? Nagyon fontos. Tehát az, hogy mikor, melyik szakaszodra kérdezek rá? Már nem így gondolod ezek szerint. Nem az a kérdés, hogy mi gondolok, hogy hogyan érzem. Igen, nekem idő kell ahhoz, hogy mondjuk közel kerüljek valakihez is azzal, hogy megnyíljak. Uh-huh. Rettenetes nyilatkozó vagyok emiatt. És rettenetes nyilatkozó? Absz, teljesen. De miben merül? Főleg akkor, hogyha nem ismerem az illetőt, akivel beszélek először. De engem ismersz, tehát mi már találkoztunk. Találkoztunk egyszer már, igen. De nem ismertük meg egymást. Úgyhogy nem élvezem ezt a tulajdonságomat, nem egy jó tulajdonság. De miben vagy te rossz nyilatkozó? Hát pont emiatt, mert zavarban vagyok, és nem tudok megnyílni. Uh-huh. Ezért aztán egyszer volt olyan, hogy egy nap alatt 3 tévéműsorban szerepeltem, még a régi televízióban, és a harmadikra már egész jó lettem. Ott feloldottál. Egy egész délután ott töltöttem a tévében, és akkor ez jó. És akkor a harmadik már jól ment. Az ilyen beszélgetésekkor, meg egyébként idegen emberek társaságában én azért eléggé visszahúzódó vagyok. Nem ezt látják rólam, igen, de meg nem így jön le, viszont én küszködök ezzel, hogy egyre többet mondjak. Én is az elején, amikor így kisebb koromban kérdeztek ugye a felkészülésre, akkor mindig ilyen egy mondatot tudtak kipréselni belőlem, és akkor így szépen lassan belejöttem, mert könnyű dolgom van, hiszen magamról kell beszélnem. Aztán amikor már más témáról, akkor nehezebb. Uh-huh. De az minek köszönhető, hogy nem látjuk rajtad? Tehát nem jó tudom. Színésznő, hogy ilyen tekintetben? Lehet. Mert azt nem vettem észre, és megnéztem jó pár interjút. Nem tűnsz olyannak, aki feszengel. Meg amikor így fel tudok rá készülni, de azért belül igen, például a körmömet, meg a tenyeremet most is így morzsolom. Jó, onnan tudjuk észrevenni. Igen, ez az egy. Igen. Tehát ha ez abban marad, akkor nagyjából egész évben helyreállt a komfort érzet. Akkor már jól vagyok. Ennyivel vagyok rutinusabb, hogy én már lent tartom. Igen. Látod, hogy fejlődt? Mert igen volt olyan, hogy te is itt tartottad? Taparom. Igen, ő a széket szorongatja. Nem szorongatom. Nem. De szerintem nem az a természetes, hogy az ember megnyílik az a szembejövőnek az utcán. Majd azért dolgozunk rajta, hogy ez összejöjjön. Ugyanakkor te azt mondtad az egyik interjúban, hogy antiszociális vagy. Az mit jelent? Az teljesen. Én nem nagyon, sose jártam bulizni, talán 2 házi buliba voltam egész életem során. Egész életedben 2 házi buli? Igen, de és azt is egy ősz alatt, mert egyszer voltam szeptemberben, és utána a szilveszterkor, szóval ezt így letudtam. Nem szeretek így társaságban lenni. Tehát, hogy ha nekem esküvőm lesz, akkor az tényleg ez a szűk körű. Ti úgy elvoltatok? Úgy kell elképzelni, hogy az egy kis falu, ahol felnőttél. Egy kis falu, és én általában mindig a családommal töltöttem minden ünnepet is. Tehát, hogy rezibe voltak még ilyen báloknak nevezik ezt, ilyen Márton nap, meg tényleg van búcsú, meg ilyennek, és ezeket is úgy ünnepeltük, hogy igazából reziben a fél falu a családom. Szóval úgy nem éreztem magam soha rosszul. Most én is egy faluban élek, 1200 fős faluban, és a múltkor volt egy, most nem mondom a nevét, egy a vezeték nevéről megkérdeztem, hogy te nem vagy-e rokona Józsinak, és azt mondta, hogy
Nem. Bár végül is a nagyszülőim édes testvérek voltak. Szóval ott más. Ott más, igen. Igen. Nagyon más a mértékegysége annak, hogy ki rokon és ki igen, nem. Igen, igen. Hogyha a dédszülők voltak testvérek, az egy nagyon távoli rokon számít ott. Ott. De mit keresettem most egy 1200-as faluba? Ott lakom. Pedig te egy ilyen tőzsgyökeres újlipóciainak tűntél, nem? Tehát 13. kerület hozzátartozott a te személyiségedhez. Na, te cseréltetek. Igen. Sejtettem, hogy te ott lakhatsz, hogyha minden nap ott úszol a Duna Arénában, nagyon messzire, nem költözöltél el. Én ott lakom. Én éltem már abban a faluban, ahol most élek, gyerekkoromban, és most mi visszaköltöztünk, amikor jött a járvány, és az ott maradtunk. És most jobb is ott. Mitől jobb ott, mint volt itt? Hát... Mitől nem? Igen. Most ebben nem akarok belemenni, nem hiányzik most Budapest le, vissza fogok valószínűleg majd jönni később, de most nagyon jó ott lakni. Például van macskám most már nekem is. Hány van? Egy. 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 Illetve volt most összesen 6, mert a macska vemhes lett, de már elajándékoztuk az összeset. Bravo. Én nekem nem lett volna szívem, nekem akkor 100 macskám lenne. Nem, az a 6 macska, az nagyon sok volt. De ugye azt jól gondolom, hogy e tekintetben rokon lelkek vagytok, hogy te se vagy egy ilyen nagy társaságimádó ember. Ő sem azt mondta. Tehát megvan a maga társasága. Hát ő azt mondta, hogy antiszociális. De hogy ugyanazokkal az emberekkel nagyon jól érzi magát, de nem vágyik buliba, nem vágyik nagy társaságba. De van, nekem sok barátom van azért. Bulikba nem járok velük, de vannak. De te azért több házi buliba voltál. Voltam. Voltam házi buliba, de ott általában inkább csak balhéztam, aztán hazamentem. Balhéztál? Hát, szóval nem barátkozni jártam házi buliba, nem tudtam barátkozni, ezért aztán, szóval nekem nem volt semmi keresni valami egy házi buliba. De a közeg volt általában olyan, amivel te nem tudtál kapcsolódni, vagy egész egyszerűen te akkor ilyen tüskés voltál, és kerested a bajt? Igen, inkább, igen. Ez hány éves korodban volt? Tudom, én 15-től 35-ig. Nem, 30-ig. 30-ig? És akkor hogy kell elképzelni Gerlóczi Márton? Milyen volt ő akkor? Mikor? 15-től 30? Ja, amikor elment egy ilyen buliba. Hát mit csináltál te ott? Piszkálódtam. Leginkább piszkálódtam. Tehát megláttál mondjuk egy csajt, és annak elkezdti beszorongatni? Nem. Csajoknak nem szólogattam be, nem. Fiúknak. De ő alatt, tehát olyat, hogy azért ott az embernek őkkel beszorult a keze? Kimondottan provokáltad? Nem, inkább csak beszélt. Tehát verbálisan, tehát soha nem verekedtem. Úgy értem, tehát, hogy verbálisan azért, hogy bebeszólongattál neki rendesen. Igen, de ez lényegtelen egyébként. De tudod, hogy miért csináltad? Rengeteg feszültség lehetett bennem, gondolom, aztán. Ott éltem ki. Volt belőle bajod? Tehát, hogy ráfáztál? Nem. Nem. Biztos ráfáztam, tehát, hogy sokáig egy barom voltam, tehát végül is ráfáztam, de olyan, hogy mondjuk megvertek volna, vagy megszégyenítettek volna, nem. Ilyet így kimersz mondani, hogy sokáig egy barom voltam? Persze. Neked nem volt olyan időszak az életedben? Hát azt, hogy barom, az szerintem erős kifejezés. Ja. Voltak túlkapásaim, és voltam, amikor nem különösebben kedveltem saját magam, a viselkedésem, az általában szerintem valami kompenzációhoz társul. Tehát az embernek például nincs önbizalma, akkor végtelenül gőgösnek, vagy kivagyinak mutatja magát. Tehát kisülés, egy ellenkező irányú mozgás. De az, hogy barom, az szerintem erős kifejezés. Lehet, hogy más tértünk alatt. Igen. És hogy múlik el az emberből a baromság? Ez egy felismerés, a környezete döbbenti rá. Ez az én esetemben nagyon komplikált. Na, ebben most nem mennék bele, hogy miért, de valahogy valaki másnak az életét éltem, azt hiszem, sokáig. Ennek köze van ahhoz, hogy a te apaképed, apához való kapcsolódásod, mondjuk így, hogy sok szereplős volt? Bizonyára, igen. Mondjuk egy pár mondatban, vagy... Na mondjuk el, hát erről azért beszélhetünk. De beszélhetünk, persze, hát meg végül is. Hát volt nekem édesapám, akiről úgy tudtam, hogy édesapám, utána meghalt, utána volt nevelőapám, utána jött egy másik ember, és akkor mondták nekem, hogy ő az apám, mármint hogy a vér szerinti apám is, akkor megismertem, és most pár éve kiderült, hogy ő sem a vér szerinti apám,
és azóta ezen dolgozom, lelkileg is, és a munkámban is, ezt dolgozom föl. Mondjuk, hogy most mi van, 21, már három, több mint három év, három és fél éve. És ez a folyamat, ez a feldolgozási folyamat, ez, ezzel is jár például, hogy végig megyek az életemem, hogy mit, mikor, hogy és miért csináltam, és hogy mi köze ennek mindehez. Hasznos felismerésekkel jár? Tehát én nagy-nagy tanulságokkal? Persze, meg én most egyre inkább a saját bőrömben kezdem érezni magam, úgyhogy... Igen? Kellett ez hozzá? Ez az egyik hát másik nem kellett volna. Nem kellett volna, ezek ilyen tévedések következményei. Most már, hogy így alakult, kellett hozzá, igen, azt mondhatom. Csak hogy értse mindenki, te most ebben, remélem nem illetlen a kérdés, te most nagyjából egészében tudod, hogy ki a te vér szerinti apukád? Így van, igen, tudom. És ő akkor kicsoda? Azt nem mondom. Azt nem mondod azt meg? Nem, azt még nem. Ezt azért nem mondod meg, mert hogy ennek az egésznek a kálváriának te irodalmilag is szenteltél egy komoly sorozatot, ezt most már mondhatjuk, ez most már a második könyv, ami voltak éppen a te gyökereidről, a te családodról szól. Okay. Hát azt csinálom éppen, és csak azért nem mondom meg, én szívesen megmondanám bárkinek, de mivel csinálom ezt a regényt, ezért abban a regényben jóval lassabban fog ez kiderülni. Uh-huh. És azért olyan olvasók is vannak, akik nem örülnének annak, hogy lelőném a poént. Uh-huh. Fanni, a te esetedben az, és ez lehet, hogy valamilyen szempontból hasonló, hogy ugye lehet, hogy nem tudja ezt minden hallgató és néző, a te esetedben nem vették észre azt, hogy te láb nélkül fogsz születni, tulajdonképpen halva is születtél, téged újraélesztettek, és az orvos, egy családos orvos, ezt hangsúlyoznám, az azt mondta a te szüleidnek, hogy te mentálisan is sérült leszel, tulajdonképpen életképtelennek nyilvánított, és azt tanácsolta a anyukádnak és apukádnak, hogy téged hagyjanak ott a kórházba. Igen. Ezt te mikor tudtad meg, hogy ezt tanácsolta egy szakember veled kapcsolatban? Szerintem ez sose volt nálunk tabu téma, mert erről mindig szó volt otthon, hogy ez így volt. És aztán 2-3 hétig én ott is maradtam a kórházban, tehát elindult ez az örökbeadási procedúra, és akkor ugye apukám bejött a kórházba, megnézett, nagymamám, anyukámnak az anyukája bejött a kórházba, megnézett, és akkor ők már így tudták, hogy ez nem így lesz. Csak nem szerették volna édesanyámat befolyásolni, hogy mégis nem ők akarták helyette eldönteni ezt a dolgot, hanem rávezették inkább, hogy legalább csak nézzem meg, mert ugye ő nem is látott engem egy pillanatra sem, és őt így küldték haza a kórházból, és aztán valahogy a nagymamám úgy kezdte a terelést, hogy mi lenne, ha ezt a kislányt megkeresztelnénk, ugye a nagymamám nagy hívő, katolikus, és ő szerette volna, ha legalább meg vagyok keresztelve, és akkor úgy adnak örökbe. Nyilván más volt a célja ezzel, csak az, hogy édesanyám egyáltalán megnézzen, hiszen az orvos akkor ezt is javasolta, hogy ne nézzenek meg. És akkor anyukám elkezdett rólam beszélni, és akkor ő eldöntötte, hogy na akkor bemegyünk, és hazahozzuk, és utólag elmondta, hogy ezt nagyon bánta, hogy akkor nem erőszakolta ki, és ennyire hitt az orvosnak, az orvos szavában, hogy neki haza kell menni, és ne is nézzen meg, mert nem lett volna kérdés az elejétől kezdve, hogy hazavisz. Úgyhogy ez anyukád így vagy te? Azóta beszéltél ezzel az orvossal? Mindenki meghalt, aki ténykedett ebben a sztoriban, mert utána volt egy ilyen per is erről, tehát hogy a lehetőséget elvették anyukámtól, nem csak ezzel kapcsolatban, hanem tehát, hogy nem figyelmeztették, tovább tudták volna küldeni olyan ultrahangra, ahol látszódott volna, fel tudott volna készülni erre, és tehát, hogy ott azért az orvosok, meg mindenki, a kórház is összefogott, hogy hát itt csak nekik volt igazuk, és másodfokon nyerték meg anyukámék a pert. Szerettél volna vele beszélni egyszer-kétszer, vagy egy-egy mondatot váltani ezzel az emberrel? Nem igazából, mert igazából én tehát hogyha mostanában is rossz dolog ér, vagy bármi ilyesmi, akkor én ezt így elengedem, és nem foglalkozok vele, nincs helye az életemben ezeknek a negatív hullámoknak, azt gondolom. Én negatív hullám alatt azt értem, az, hogy ez egy orvosi mulasztás volt, az egy dolog. De az, hogy valaki családos emberként azt mondja valakinek, hogy hagyja itt ezt a gyereket, abban azért...
hogy mondjam, nagyon sok minden meghúzódik. Emberi viszonyulás és emberi nem döntés. Nem volt korrekt, igen, de erre is azt mondom, hogy nekem ez volt az első ilyen sorsfordító dolog az életemben. A másik az, hogy megtanultam úszni. Ezek véletlenek szerinted? Nem hiszem. Nem hiszem? Nem hiszek a véletlenekben. Miben hiszel? Abban, hogy minden okkal történik. Tehát, hogyha valami rossz történik velem, valami nagyon rossz, akkor is hiszek abban, hogy ez azért történik, mert utána, nem biztos, hogy akkor, de évek múlva kiderül, hogy az miért történt úgy, és hogy nekem a legjobb legyen. Marti, szerinted is így van ez? Hát akkor visszatérni még egy pillanatig. Ez az orvos, ugye, akiről beszéltél, az ugyanakkor meg is mentette az életedet, nem? Nem tudom, hogy ez ugyanaz volt-e. Hogyha halva születtél, nem tudom, akkor meg is kellett menteni az életedet, ne végül is. Ez igaz, erre nem gondoltam korábban. Igen, tehát hogy én mindig így gondoltam, hogy a születésem is egy ilyen, tehát hogy nem derült ki, simán lebeszéltek volna anyukámról, hogy vetessen el és szüljön meg halva, bármit, hogy nem látszódott ugye, hogy valahogy életben maradtam, és így pont egy olyan ember kezében voltam, aki újraélesztett, ez nem biztos, hogy az orvos hát, volt, aki ezt tanácsolta, de hogy ez az egész életem egy ilyen, tehát egy ilyen hajszálom múlt mindig, hogy éppen pont az történt velem, és pont a jókor voltam, jó helyen, jó ember volt mellettem. Csak láttam, hogy arra te is fölkaptad a fejed. Szerintem egy orvos követhet el szakemberként hibát. Itt emberi. Azt nem mondom, hogy jellemtelenségről beszélünk, de ehhez kell valami, a szememben valami végtelen részvétlenség és ridegség, hogy ilyet kimondjunk egy anyának. Gyarát eset nem tudom elképzelni, hogy szóval ez... Családos emberként. Abszolút, nem tudom, hogy nem azért kaptam fel a fejemet, hanem tényleg nem is tudom elképzelni a helyzetet. Igen, számomra ez megdöbbentő. Na de az, amire reflektáltatnálak, hogy szerinted... Én csak a véletlenekben hiszek. Te csak a véletlen... Igen? Ez jó beszélgetés lesz. De az ugyanaz, ha jobban belegondolsz. Igen, ugyanarról beszélünk, csak máshogy. Igen. És a véletlen az vak véletlen? Tehát semmi nincs, ami ezt irányítja... tulajdonképpen valami végtelen nagy esetlegesség, aztán az vagy jól sül el, vagy rosszul. Körülbelül ez? Valami ilyesmi. Aha. És miért jutottál erre? Nem jutottam erre. Hát ez így van. Ennyi. Meg az, hogy mi az, ami jól sül el, meg rosszul, hát például a te példád is, hogy most ők erre azt mondták volna, hogy ez egy rosszul sült el, te megörülsz az életednek, ami szerintünk jól sült el, tehát igen. Az, hogy mi sült el jól, meg mi rosszul, azt se tudom. Meg az is, hogy az mi múlik, és kin? Nem az van, hogy történik valami, az lehet baj, lehet jó, és az rajtunk múlik, hogy azt mi jónak állítjuk be, akár a fejünkbe, vagy kezdünk vele valamit. Nem így van ez? De csak kérdezem, nem tudom. Fanny Bolivar. Nekem így van, hogy minden hozzáállás meg döntés kérdése. Tehát, hogy az én családom is felfogadta volna, hogy ez egy tragédia, de ők úgy döntöttek, hogy csoda, hogy élek, csoda, hogy megtanultam mászni, csoda, hogy megtanultam lépcsőn járni, vagy utána műlábakkal 2 évesen. Tehát, hogy igen. Aztán nézhették volna úgy is, úristen, milyen jó lenne, ha lenne lába, mennyivel könnyebb lenne, ha lenne lába. Tehát, hogy ugyanarról a helyzetről beszélünk, csak máshogy. Ez milyen érdekes. Ez mi múlott szerinted? Ők eredendően ilyen szemléletű emberek? Szerintem nem véletlenül őket választottam. Én azért ezekben hiszek, hogy ezek az emberi lelkek valahogy kapcsolódniuk kell, és én tehát, hogy jobb szülőket nem is tudok elképzelni, mert apukámban kellően megvan az a lazaság és az a humor, ami azt gondolom, hogy kellett ahhoz, hogy én ilyen így álljak a fogyatékosságomhoz. Anyukámban pedig kellően megvan az a tartás, amit tényleg tőle tanultam, hogy tök mindegy, hogy milyen nyomorult helyzetbe kerülök az életem során, akkor is nem borulhatok ki, hanem menni kell tovább előre, és feldolgozni az adott szituációkat, és embernek maradni a legnehezebb körülmények között is. Marci, gondolom, te ezt azért cáfolnád, hogy általában a gyerek dönti el, hogy milyen családba szülessen. Erről azt tudom mondani, ugye, te azt mondtad, hogy azt már máshol is hallottam, hogy mondtad, hogy a gyerek választja. Hogy hova kerüljön a szülőket? Tudj, így a lelke. Igen, hát így visszagondolva arra azt tudom mondani, hogy igen, illetve van egy ilyen tudás belül,
mert amikor én megismertem az apámat, akik mint kiderült nem az apám, akkor én azt tudtam, hogy ez biztos voltam, hogy nem stimmel, már nem mondtam ki, hiszen elhittem az anyámnak, hogy amit mond, de belül éreztem, hogy ez nem stimmel. Most az, aki tizenvalahány éves korodban bukkant fel, igen, arról az apukáról beszélsz. Igen, igen. Aki miatt én Gerlóci vagyok, mert ugye igen. Később fölvettem a nevét. Egyébként holnap megyek nevet változtatni, ez egy... Nem egy véletlen, mert tudtam, hogy ide jövök, és ezért kértem időpontot. És akkor most már kiderül ki az apukád is, ha nevet változtat. Hát, hogyha megmutatom neked az új személyemet, akkor igen. De íróként megtartja a misztikumot. Íróként muszáj megtartanom, mert hát az már nevetséges lenne. Ez egyértelmű volt, hogy meg kell változtatnod a neved? Persze, meg hogyha egyszer megváltoztattam a logika mentén, hogy nekem az édesapám nevét kell viselnem, akkor másodszor is. Ez miért volt természetes? Hát nekem az fontos volt akkor, hogy az apám nevét viseljem, hát szerintem ezt nem kell megmagyarázni. Uh-huh. Ha te dönthettél volna, ez lehet, hogy kicsit bornírt, vagy morbid kérdés, hogy gyerekként, fiúként ezt az utat járd be, akkor nem nagyon lett volna mellette saját magad fejében érv, ugye? Hogy neked ez így jó lesz. Ez biztos, hogy nem. Nem, mert persze nem dönthetek, nem dönthettem, de ilyet nem választanék. Tudod azt velünk érzékeltetni, hogy mi ennek a identitáskeresésnek, vagy nem tudom, minek nevezem, ennek az egész álmokfutásnak, érzelmi hullámvasútnak a legborzasztóbb vetülete? Tehát, hogy ez mivel jár? Nem tudod, ki vagy? Nem tudod, honnan jössz? Kihez kapcsolódj? Átvertség érzete van az embernek? Hát abból, hogy kihez kapcsolódsz, abból alakul, formálódik egy személyiség, tehát az a személyiséged részévé válik. Tehát amikor nekem más volt az apám, akkor most, hogy történt, hogy kiderült, hogy mégsem, akkor jöttem rá, hogy egyáltalán hogy működik az agy, reggel fölkelsz, és ezek az információk, miután magadhoz térsz, így ki is vagyok. Ez gyorsan megtörténik, mint ahogy a számítógéppel kapcsol, és így föláll a rendszer. Ezt régen nem tudtam, hogy ez minden reggel megtörténik, csak akkor, mikor ez történt velem. És akkor úgy, ja igen, az anyám, a testvérem, itt lakom, ez így nagyon gyorsan megtörténik az emberben. Veletek is, csak ti ezzel nem kell foglalkoznatok. És amikor nem tudod, vagy máshogy tudod, hogy hova kapcsolódsz, és az életed hogyan alakult így, akkor így összedől mindent. Na most ezt 12 évesen máshogy éltem meg, mert amikor először történt velem ilyen, akkor nem értettem az egészet, ez csak ki, és most már meg tudom mondani, hogy mi történt. Tehát én otthon aztán jó fiú voltam, és onnantól elkezdődött egy ilyen álmokfutás iskolákba, stb. Aminek az eredménye a baromaházi buliban, ugye? A végeredménye. Aminek otthon az volt a megfelelője, hogy te ott jó fiú vagy. Otthon jó fiú voltam, mert azt hittem, hogy tehát igazából ellenük kellett volna lázadnom, de ezt nem tudtam. De te azt érezted, hogy azt gondoltad, hogy például téged az édesanyád átvert? Nem. Nem, az úgy jobb lett volna. Nem tudtam. És nem átvert, hanem tévedett. Tehát ez a... Ő se tudta? Nem. Uh-huh. De hát vannak ugye felelősségek, tehát... Haragszol rá? Ez nem a jó szó. Próbálom elfogadni a hibáival együtt. Ő mit szólt ahhoz, hogy te mindezt megírod a több könyvben? Kevés nevet változtattál, van, amit megváltoztattál, de sokan eredeti nevükön szerepelnek a könyvben. Az anyám azt szerette volna, hogy én író legyek, ő annak nagyon örült, úgyhogy végül is ez magának kereste a bajt. Bajt? Mert ő neki ez... Nem. Nem örült neki, gondolom. Az édesanyám számára a legfontosabb az, hogy a gyermek művészként kiteljesedjen, így aztán bármit írok is, azt ő imádni fogja. Imádja ezt is? Az utolsó könyved a fikciót? Igen, úgy igen? Tudom. Végül is igen. De mondta is? Mondta. Mondta. Dacára annak, hogy egy nagyon szövevényes családi dráma
trauma szövevénynek a leíratát olvas, aminek az egyik főszereplője ő. Igen, igen. Hm. Ő elsősorban egy édesanyja, tűzön vizen, hát imádni fogja gyerekeit, és bármit tesznek, ez így marad. Neked volt-e, hogy a kezed megbicsaklott, amikor írtad, és azt mondtad, hogy hát nem tudom, hogy ezt leírhatom-e. Fog-e ez fájni valakinek? Ez most minden nap, minden napom így telik. Minden napon? Hát igen, most minden nap ezt írom, és még ezt fogom kb. 3 évig, és ez mindennapos, igen. És akkor mi dönt? Mi az, ami felülírja a másik szempontot? Azt, hogy a munkát már elkezdtem, és ezt be is kell fejezni. Járt nagy áldozatokkal? Tehát volt olyan családtagod, akár a testvéreid közül valaki, aki hát ezt merre szívta, és nem így intézte volna? Persze. Tehát úgy gondolták, hogy, vagy van olyan, aki úgy gondolja, hogy ezt nem kellene a nyilvánosságnak szánni. Sőt, igazából én is így gondolom. Csak most már nincs visszaút. Ma már azt gondolod, hogy lehet, hogy nem kellene mindezt megírni? Hát ha nem így alakult volna az életem, ugye? Amiről általában írni szoktam. Tehát, hogyha nem lettem volna így, ha most dönthetnék, akkor nem lennék író, mert ilyeneket nem szeretnék megírni. De hogy... Mert tapintatlan? Nem tapintatlan, hanem sokszor kegyetlen. És hát ki vagyok én, hogy mások magánéletét kiadassam. Ezzel azt hiszem nem spoilerezünk, ugye az történt, hogy te abban a tudatban éltél, hogy kvázi az új apukád a te apukád, akiről ugye kiderült, hogy bemutatják neked 10-valahány évesen, ugye? Uh-huh. Majd te elkezdtél kutakodni, ezzel remélem nem lövöm le a könyvednek a csattanóját, és a dédapád kapcsán bukkantál te valami anomáliára, ugye? Tehát a vak véletlen volt megint. Végülis igen. Ami egy új irányba terelt, és kezdtél el egy nyomozásba, hogy hello, itt valami nem stimmel. Igen, de látod, ez sem egy véletlen. Tehát az, ami ott történt az ő családjukban, az is egy, tehát hogy őt nem foglalkoztatta az, hogy például, hogy tesztet csináltasson, amikor azt mondták neki, hogy én az én gyermeke vagyok, az ő gyermeke vagyok, az is azért történhetett meg, mert velük ez már egyszer megtörtént. Tehát ez egy kényelmes és ismerős helyzet volt számára. Már mi történt meg? Hát, hogy az ő apja sem az volt, aki. De nem tudta biztosan. Így aztán, hát tulajdonképpen ez egy sors ismétlődés, csak hát nekünk nincs közünk egymáshoz. De a történet az összefűzi így a két családon. 37 éves voltam, akkor nekem már nagyon nem volt szükségem egy újabb kanyarra. Ott minden összedőlt egy időre, és ez a munka mentett meg attól, hogy ne dőljön teljesen össze. Az ez esetben mit jelent, hogy teljesen összedőljön? Hát nem tudom, ott könnyen megborulhatott volna az elmém, úgy éreztem. Nem egy ponton, sok ponton. Tehát úgy érezted, hogy megőrülhetsz? Simán, persze. Illetve nem csak azt, hanem hogy... elveszítem a családomat, hiszen akkor nem csak az apámat vesztettem el megint, hanem az anyámat is, akiben bíztam. Jó, hogy azért ez járt bizalmi deficit. Persze. Hát azért itt... én egy nagyon magabiztos fiú voltam egy darabig, és ennek az alapja az mindig az volt, hogy az anyám támogatásom. És hogyha az kiderül, hogy a tulajdon anyád nem tudja, hogy ki az apád, akkor ott az van bizalmi deficit. Ti leültetek így négy szem közt, most függetlenül a könyvtől, és ti ezt átbeszéltétek? Mikor történt? Igen. Hát utána, másfél évvel később. Ki kezdeményezte? Azt már édesanyám. Uh-huh. Mert hogy korábban te szerettél volna, csak ő elzárkózott? Amikor te nyomot fogtál, hát ez vagy szabot fogtál? Ez nehéz volt neki, igen. Nehezen beszélt róla. Ha nem tartozik ránk, nem kell elmondani, de az nagyon megrázó, vagy nagyon traumatikus, amikor leül egymással szemben egy anya és a fia. Már 30-valahány éves a fiú, aki családot akar. És hirtelen ennyibe kidol, hogy nem az az apja, most már sokadik kanyarként, mint amit ő korábban hitt. Azért ez egy, nem is tudom milyen
szintű beszélgetés, filmekbe se látni ilyet. Hát az a beszélgetés már nem volt megrázó, mert én akkor már máshol tartottam. Ha azon a héten történik az a beszélgetés, amikor én ezt megtudtam, ugye nem voltam itthon, az biztosan traumatikus lett volna. Hm. De édesanyám a hárítás nagymestere, tehát mondtam neki akkor azokban az időkben egy ilyen, nem is tudom már ki volt, Jenő bácsi, mindegy ki az, egy ilyen ismerős a környékről, ott az Áprili völgyben, ahol ő is felnőtt, meg én is, ott is, bocsánat. Hogy te mi szólnál a Jenő bácsi, kiderülne a Jenő bácsi az apukád. Nagyon szerettem a Jenő bácsit. Tehát ilyen, ő így hárít. Hm. Szerinted miért? Hát ez már bonyolult kérdés, tehát az ő esetleg hív be egy nagy interjúra. Aztán leszállok erről a témáról. Ti, mondjuk úgy, hogy anya-fiú kapcsolatotok, már a magánemberi érintkezést illeti, az megszenvedte mindezt? Hogy ugyanannyiszor hívjátok egymást, ugyanaz az érzelmi töltet megvan, még hogyha ez azért kapott is sebeket. Kapott, de megmarad. Megmarad, persze. Ez kimúlik? Mi kettőnkön. Inkább most rajtam, de meg fog maradni. Meg fog maradni. Igen. És ha ugye a könyvből is kiderül, hogy azért te gondolkodsz, hogy gondolkodtok pároddal, Zsófival a gyerekvállaláson. Azt te tudod, hogy őt hogy fogják hívni? Azért megyek holnap a hivatalba, mert ez folyamatban van. Hogy azt a nevet viselje, így ő van. Is. Ez a legfontosabb szempont. Most azért sietek ezzel, hogy nevet változtassam, mert igazából mindegy, mikor változtatom meg ezek után, mert az a gyerek az úton van. Ja, hogy az úton van? Uh-huh. Gratulálunk hozzá. Hát az még nem, az még korai. Nem olyan kellemes egyébként egy névváltoztatás. Már milyen értelemben? Adminisztratíve gondolod ezt, vagy egyáltalán az identitásra hát az is, de hát egy kellemetlen találkozás, minden találkozás kellemetlen találkozás. Most valaki, akit már ismertél, és azt mondod neki, hogy... Ja. Értem. De hát te az Illés Fanni vagy. Jó, de az volt, és akkor megint el kell mondani mindent. Nagyon sokszor. Szerintem, ahogy szerintem hagyj ilyenkor egy könyvet. Te is, azért csinálom a könyvet. De hogy... Jó, olvasd el. Szerintem te is lehet, hogy tévedek, de azért nem szeretsz annyira házi bulikba járni, mert állandóan erről kéne beszélni mindenkivel, persze. Míg a barátaidnak nem kell már elmondani, mert tudják. Annyiszor kérdezik, igen? Igazság szerint akkor kérdezték sokszor, amikor ugye műlábbal közlekedtem meg kettő mankóval, még Budapestre is így költöztem fel, és emlékszem, pont egy ilyen ugye kolibuli volt, és pont farsang volt, és mindenki azt hitte, hogy be voltam öltözve törött lábnak, pedig. És aztán ott ennyi részegnek magyarázni, hogy amúgy nem, aztán ott így hagytam, és mindig láb nélkül éreztem magam a legjobban, csak itthon ezt nem mertem meglépni, hogy levegyem a lábaimat, mert nem voltam arra lelkileg felkészülve, hogy minden egyes szót értsek. Tehát, hogy még angolul, amikor távolodik az ember, nem mindent ért meg, mondjuk Portugáliába, vagy bárhol, hogy mondjuk összesúgnak, és mondjuk azt mondják, hogy jaj, szegény, mert ettől vagyok ki a legjobban. Nem az, ha valaki odavágja, hogy te lábatlan, azon egy jót röhögök. De amikor... De van, aki odavágja, van olyan ember? Nem, szerencsére ilyen nincsen, de gyerekkoromban volt ilyen, tehát, hogy meg volt egy személy az életemben, aki pörgött ezen folyamatosan, hogy hát nekem nincsen lábam, és akkor így kb. Így néztem rá, hogy na, mondj valami újat, és akkor utána így rájött, hogy ja, hát nincs fogás, úgyhogy gyerek... De ez kiskorodban volt, nem? Nem, ez most felnőtt koromban. Nem is mennék bele, hogy miért, volt ilyen, de hát ez is tanít. Minden szituáció tanít. Na mindegy, és akkor felköltöztem Budapestre, és mindig ez a, igen, amúgy nem csípőficamon van, hanem lábak nélkül születtem, és ezek műlábak, mert ugye annyira meg nem látszott, hogy ezek műlábak, mert az színi az ember, hogy tényleg valami bajom, más bajom van. Úgyhogy nekem jobb volt ez így levenni, meg mindig jobban éreztem magam. Ez egy ilyen felszabadító érzés volt, mikor eldöntöttem, meg elmertem dönteni. Hogyha például sajnálatot vagy együttérzést látsz valakinek a szemében, az téged például bosszant? A sajnálat az nagyon, mert úgy gondolom, hogy tényleg nincs semmi sajnálnivaló az életemen.
ez egy helyzet, amin, tehát, hogy én, ha én tovább tudtam lépni, akkor szerintem mindenki tovább tud, illetve azért van olyan, amikor jönnek oda és adnak aprót, hogy... Ezt nem mondod komolyan. Ütkösd, de mire akarod. Igen, tehát, hogy ez a sztereotíp gondolkodás itthon, ez még mindig megvan, hogy aki kerekesszékes, az hajléktalan. És mit mondasz te erre, amikor oda megy egy vadidegen ember, és ad egy 200-ast a kezedbe? Nem tudom, mert azért szerintem jól öltözködök, szóval eleve nem szoktam érteni a szituációt, nem ilyen rongyos ruhákból voltam kint. Egyszerűen nem értem, és valakiben nyilván jó szándék van, hogy azért adja, hogy gondolja, hogy rászorulok, vagy csak kedves akar lenni. Hát nem tudom, nagyon kínos. Sose szoktam elfogadni, pedig már 2000-et is ajánlottak, és abból azért jó, finom fagyit tudnék enni, de nem szoktam elfogadni. 2000 forint, az nem olyan kevés. Nem, ahhoz, az már nem ember... az volt a maximum eddig. Azért már bevállal az ember egy ilyen félreértés, nem? Ti falutok nincs tele ilyen elektromos kocsikkal? Mostanában legalábbis ott nálunk a nyugdíjas néniknek van ilyen. Ja, nálunk is van. Nekem is volt olyan. Igen? Aha, igen. De aztán elajándékoztam egy rászoruló. De most úgy kiutalják ezeket a kis kocsikat elektromos, igen. Nem tudom, hogy hívják ezt. De régen biciklivel meg ott jöttek a nénik, most meg mennek. Igen. Igen, most utána, ja. Riba sorba. Te nem szeretted? Tök jó volt, én szerettem, amíg rezibe jártam, és utána nem volt rá szükségem, mert Zalaegerszegen közlekedtem, és akkor felköltöztem Budapestre, itt meg ugye meg kell tanulnom a tömegközlekedést, aztán felhozhattam az autómat is, de hát újra kellett tanulnom KB-t vezetni, azért nem ugyanaz, mint mondjuk Keszthelyen, amikor megtanultam, meg rezibe egy autó nincsen, és akkor feljövök ide, és úristen, mikor emlékszem, először beszorultam az Árpád híd alá, hát szörnyű élmények voltak, de hát megtanultam. Ilyenkor még meg tud ijedni az ember? Tehát pánikolós vagy? Én szerintem nagyon pánikolós vagyok. Olyan topra esett lánynak tűnsz, igen? Hát szerintem igen, így el szokott uralkodni rajtam a pánik, és akkor utána valahogy megoldom a szituációt, de aha, én meg így előre szoktam majrézni helyzetektől, amit nem én irányítok. Tehát az olimpiai döntődet azt lejátszottad 100 000-szer? Igen, azért voltam a világ legnyugodtabb embere. Tehát, hogy 26 milliószor úsztam le fejben, 26 milliószor képzeltem el mindenféle szituációt, és mikor már bementünk, ott ugye van a szám előtt 15 perc ilyen korum, tehát az utolsó hívószobában bent van az ember, én ott még elmentem pisilni, tehát, hogy ilyenekre volt időm, életem legnyugodtabb fél óráját töltöttem így a döntővel, és utána. Tehát, hogy előtte is, meg utána is. Nem tudom. Tehát, hogy ez jelenti felkészülni fejben, és minden szituáció ismerős volt, mert elképzeltem jobbról, balról, fölülről, alulról, mindenhogyan. És hány éve képzelted ezt el? Szerintem nagyon sokszor képzeltem azt el, hogy érmet nyerek, ezt nem mondja aranyérmet, ebbe bele sem mertem gondolni. Nem mertél? Pedig nem. Világ első voltál, hát vezetem nem, a világra. Nem, de annyira az volt bennem, hogy én soha nem leszek paralimpiai bajnok, én ezt tényleg el is engedtem. De miért? Pont itt a végén engedtem el a legjobban, mert azt gondoltam, hogy mindenki ezt próbálta rám erőltetni, hogy csak akkor érsz valamit, ha aranyérmet nyersz. Csak akkor leszel valaki, majd akkor nyisd ki a szádat, akkor lép fel az ügyek érdekében, ha majd paralimpiai bajnok leszel. És aztán úgy voltam vele, hogy mivel enélkül is meghallgattak az emberek, enélkül is értem el változásokat, úgy voltam vele, hogy meg hiszek abban, hogy nem az arany az, ami számít, hanem az, amilyen ember vagy, és amit képviselsz, és amilyen életet élsz. De a te önképed, az önértéked, az változod a bármit is azóta, amióta te olimpiai bajnok vagy? Szerintem én ugyanaz az ember maradtam. Tehát, hogy annyit érzek, hogy az utcán már nem az van, hogy csak így megnéznek, hanem sokkal több az olyan, hogy odalépnek és gratulálnak. És ezt álmaimban nem gondoltam volna, hogy ezt egyszer elérjük ebben az országban, hogy lemegyek a paralimpia után Tihanyba, pont születi felvonulás van, és pont akik ott felléptek a születi felvonuláson, mindenki engem néz, és név szerint szólítanak, hogy Fanni, és pedig csak ott beugrottam, és jöttek borra, sütive, elképzelhetetlen volt ez számomra, döbbenet. Viszont nem hoztak pénzt? Igen. De legalább a bort el tudtam ajándékozni, mert ugye nem iszok. Más az ember nyilván olyankor is olyanokat is mond, amit nem biztos, hogy kéne. Én meg azért eléggé vannak véleményeim, meg amit azért szeretek magamba tartani, mert kulturálisabban jobb azt megfogalmazni, mint így
belemondani valakinek a szemében, hogy egy barom vagy. Te megmondtad volna? Meg. Meg? Biztos, hogy de hát lányokkal nem kötekedett. De ha mondjuk lett volna akkor pasim is kötekedett, én biztos megmondtam volna. Mit mondtál volna neki? Nem tudom. Azt, hogy barom vagy. Kötekedtem volna veled. De a pasimmal nem. Vele se. Nem, ennyi látod? De miért nem kötekedtél volna a pasiával? Hát ez nagyon szimpatikus. Jó, csak olyanba kötöttél vele, aki nem volt az? Hát persze. Most elgondolkodik sok néző, akiben belekötöttél, hogy ó, basszus! Nem, azért az nem. Nem voltak ezek tömegek? Nem. Te mondd is, akkor, amikor már Fannival arról beszélgettünk, hogy megismerik, oda mennek hozzá, gratulálnak, ez is egy fontos fogalom, hogy amikor neked megjelent az első könyv, az igazolt hiányzás, és ki voltál plakátolva a városba, és elment belőle 30 ezer példány, akkor azt hogy viselted, hogy boldog-boldogtalan, gondolom én, hogy oda megy, és azt mondja, hogy hát itt az új üstökös, itt az új üdvöske. Na azért az nem egy aranyérem, tehát ha én lementem volna a Tihanyi strandra, ott senki nem ismer meg. Tehát, jó, de te író vagy, az más. Azért mondom, tehát nagy azt itt, hogy... Pesten azért megismertek, nem? Az elég szörnyű volt, tehát a 22 évesen pont a napokban gondolkodtam rajta, illetve tegnap, amikor olvastam valami rettetes kritikát, és akkor eszembe jutott, hogy hogy viseltem én ezt 22 évesen, ha most ilyen rossz. Most is rossz? Hát most is rossz egy rossz kritikát olvasni, de 22 évesen, hogy azt hogy bírtam, és akkor utána gondolkodtam, hogy úgy bírtam, hogy utána rendesen pusztítottam az agyamat. Mivel? Hát mindenfélével. Hogy alkohollal jobbára? Úgy érted? Is. De mivel kábítószer? Igen, hogy előtte nem voltam én ennyire ilyen, de az, szóval ott megviselt az időszak. Tehát kvázi a lelked megroncsolta ez a fajta imádnak, utálnak, irigykednek, tehát hogy kap mindent az ember. Megzavarta a fejed, vagy inkább igen, csak a negatív? Igen, nagyon fiatal, túl fiatal voltam én ahhoz. De inkább a negatív, nem? Nem, az egész. Uh-huh. Az egész, ez egy sportolónál, ha 22 évesen ismert, ott az ugye nem probléma. Egy író, szerintem azért már úgy értem, hogy van sok 22 éves olimpiai bajnok is, de 22 évesen nem kell regényeket írni, vagy kiadni nem kell inkább őket. Tehát nem kellett volna az akkori kiadódnak ezt kiadni, ma már azt mondod? Hát főleg azért, mert nem volt jó. Tehát, hogyha nagyon jó lett volna, akkor ugye nem visel meg annyira, mert én tudtam, tehát azért azt tudtam, hogy ez nem olyan nagyon jó. Te tényleg tudtad, vagy utólag látod ezt így? Nem, akkor is tudtam. De honnan tudtad? Tehát én írtam. Nagyon rossz állapotban voltam előtte, és szükségem volt erre. Tehát, hogy valamit már letegyek az asztalra, ugye? Kifelé? Hát mindenki felé. De azért egy kicsit még várattam volna vele. Uh-huh. És amikor azt olvassa az ember, most megnéztem, hogy a könyvet Göncz Árpád ajánlja. Jancsó Miklós ajánlja. Az mivel jár? Elbizakodottsággal, vagy mérhetetlen nagy belső bizonytalansággal? Na hát ezek is ilyen felelőtlen döntések voltak. Tehát, hogyha én kiadó lennék, nem csinálnék ilyet egy 22 éves gyerekkel, hogy Göncz Árpád meg Jancsó Miklós. Ráadásul ez a két úriember, így aztán, amikor megkapták a kéziratot, akkor udvariasan válaszoltak, vagy Göncz úr esetében lehet, hogy a titkárnő. Ezt te most komolyan gondolod? Hát szerinted ők ezt nem olvasták el, és érdemes szerint nem gondolták azt, hogy te egy óriási szikrázóan tehetséges ember, vagy ilyeneket írtak? Komolyan gondolom. Na, a Jancsó esetében konkrétan, tehát ő szeretett mindenkivel jobban lenni, és simán odaadott, hogy fantasztikus, öregem, írjátok rá, fantasztikus. Hogyne. Meg ő, mit tudom, ismerte a családomat is. Én speciál nem ismertem személyesen, de... Szerinted lehet, hogy nem is olvasta végig. Hát én Göncz Árpád nem találkoztam soha, de egyszer találkoztam vele később, igen. De tudom, hogy végigolvasta a Jancsó. De hát az túlzás, amit oda... Megzavarta neked a fejed? Tehát, hogy kvázi ilyen üstökösnek tartottak?
Nem, mert nem tartottak üstökösnek. Hát nem ők feltétlen, hanem általában. A vélelem azért az volt, hogy ez egy nagy könyv. Dehogy is. Nem. Nem? Nem tart, nem. De volt ez a felhajtás, és igazából a mit tudom, hogy a kritika nem tartotta annak joggal. Az igaz, hogy annyira utáltad ezt az egész felhajtást, hogy volt olyan plakát, amit te szerepelt, és belerúgtál? Volt ilyen, igen. Te mindent tudsz. De miért rúgtál bele? Nem tudom, mentem hazafelé, igen, éjszaka volt, és megláttam ezt, hogy menjetek a... Tehát, igen, mi volt ilyen? Neked vannak plakátaid, Endre? Nincsenek. De hogy én nem rúgdosnám, az majdnem biztos. Jó, hát... Ma viszont, most lehet, egy kicsit gonosz lesz a felvetés. Ma viszont nem az a baj, hogy nincs Isten igazából sok plakát? Vagy egyáltalán? Gerlóci Mártonról? Sok plakát. Hát akkor érted, hogy mondom ezt? Hát ma már nem zavar egy plakát, de hát... Metaforaként értettem. Lent vagyok a faluban, hát most az, hogy itt a Peste tele lenne plakátozva, akkor az nem zavarna. Úgy érzed szerinted, hogy a nagyon biztató kezdés után ott tartasz, ahol a tehetséged alapján tartanod kéne? Megítélésben, nimbuszban, elismertségben, kritikában, eladási számokban? Hát ez bonyolult dolog. Tehát a medencében te leúszod a... Csak a leggyorsabban érsz oda, azzal nem lehet vitatkozni, ugye, gondolom. Ezért tudok magammal vitatkozni. Igen. De állandóan... úgy értem, hogy az eredménye, az nem lehet kétségben van, hogy az egyértelmű, ő ért be a célba első. Most ezek az irodalmi élet az olyan, hogy bedobná 20 írót egy ilyen medencébe, össze-vissza úszkálnak, valaki kint ül egy ilyen zsűr, és azt mondja, hogy te nyertél. Hogy miért, az sok mindenem múlik. De én elégedett vagyok egyébként. Melyik részével? Az utóbbi műveiddel, a visszhangokkal, az nem ugyanaz. Hogy a saját műveim? Igen. Tehát, hogy melyik részével vagy elégedett? Az utó, tehát amit úgy az elmúlt 10 évben csináltam, azokkal már nincs olyan nagyon nagy bajom. Bár nem olvasod el őket újra, tehát félreteszed, és onnantól kezdve az számodra megszűnt létezni, ugye? Minden tud rólad. Kellemetes. Igen, biztos, hogy nem születik senki írónak, tehát ilyen nincsen. Ukszónak se születik senki, vagy igen? Hát Egerszegiről azt mondják, hogy tehát olyan volt a mozgása, hogy ahogy rátették a vízre. Hát meg, hogy mekkora volt a lába. Igen. De hogy sok mindennek kell összeállni. Na, egy dolog biztos, hogy úszónak én nem születtem, mert például nem tudok úszni. Nem tudsz úszni? Nem. Szégyen. Szégyen? Hát nem, bemegy a Balatonba, érted, megfullad. Nem, olyan 100. Házi buli kapcsán. 100-200 métert tudok körülbelül úszni. Na, akkor nem fulladsz meg, jó. De akkor tudsz. A véletlenre hagy utaljak még vissza. De lehet, hogy csak így belemagyarázom. Ugye mondjuk el, lehet, hogy nem mindenki tudja pontosan, hogy téged megint csak talán emberi mulasztásnak köszönhetően másfajta sérülés fokú embernek nyilvánítottak, és te olyan kategóriában indultál, ahol nem termett annyi babér. Nagyon keserűnek is gondolhatom én azt az időszakot. Aztán te egész véletlenül az ablakból befelé zuhantál, és ennek köszönhetően ezt újra keretezték, és akkor kerültél a normális kategóriádba. Igen. Na most ez nagyon nyakateker gondolatkísérlet, hogyha te akkor nem zuhansz ki, vagy befelé az ablakon. Milyen ablakból? A kolim ablakából. Tehát ugye az a lényeg, hogy ugye mindig láb nélkül vagyok mindenhol, és tehát ugye az ablakpárkányban valamit csináltam, és akkor befelé zuhantam, de tehát nem estem le, a jobb kezemmel kapaszkodtam a kilincsbe, és ott maradt a jobb kezem, és a könnyököm kicsúszott a helyéről. Mert azért tudott kicsúszni, mert valószínűleg az is ilyen születési rendellenesség, hogy ott sem úgy van, mint mondjuk nálad. És akkor igen, végül is ennek köszönhetem az újra kategorizálást. Akikkel én versenyeztem 17 évből 12 évig, ő nekik a karjuk lábuk megvolt, kézzel lábbal úsztak nagyjából, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy én úszok a vízen, én minden egyes levegővételnél mellúszásban visszasüllyedek a vízre, tehát nekem meg kell tartanom magam karból. Még akinek van lába, nyilván ő azon támaszkodik, és azon tartja magát, hiszen felsiklatja magát, illetve el tudták magukat teljes erőből rúgni a faltól, full lép tenyerük volt, úgyhogy én velük versenyeztem. De az nagyon erőszakos gondolatkísérlet, hogyha te akkor nem esel be az ablakról, akkor te nem vagy ma olimpiai bajnok?
Valószínűleg nem lettem volna soha az, de lehet, hogy akkor már abba is hagytam volna. Képes lettél volna eljutni oda a kudarcok, sok, vagy az eredménytelenség 2012-ben után? A második paralimpiám után ott tartottam, hogy én ezt befejeztem, pontosan az igazságtalanság miatt, mert nem volt esélyem. Én a munkát beletettem, ez ugyanolyan, amikor megcsinálod minden napodat, 4 éven keresztül tényleg minden reggel korán felkelsz, leúszod a napi adagot, és utána azt kapod, hogy 5. hely. És tudod jó, hogy akik első helyeken értek be, sokkal kevesebbet edzettek, mint te, egyszerűen csak jobb a testi adottságuk, és nem vagyunk egy kategóriába valók. Ez szerintem full igazságtalan volt. És most olyanokkal vagyok, ahol kijön az, hogy én sokkal többet edzek náluk, sokkal keményebben, és megvan az eredménye. De ez se úgy volt, hogy kizuhantam az ablakon, és akkor mindjárt paralimpiai bajnok lettem. Nem, hát azért, tehát hogy én egy világbajnoki 4. helyjel kezdtem, és onnan tornáztam fel magam, azért kellett edzeni valamit hozzá, és igen, az emberek, megkaptam ezt is, hogy mert nekem könnyű dolgom volt. Volt ilyen, aki ezt csiripelte a hátam mögött, hogy nekem könnyű dolgom volt, tehát visszasoroltak, de hát igazság szerint, ha az elejétől kezdve ott úsztam volna, akkor nekem hány nemzetközi érmem lett volna, meg hány és hány versenyről, minden versenyemről éremmel térhettem volna haza, hát tök elégedett lettem volna egész pályafutásom során. De kellett ez a sok kacskaringó? Hát ha ez a 12 év nincs, akkor ez nem arany. Ez nem arany. Biztos lesz egyszer majd könyvem, de... Na, hogy... te ezt akartam kérdezni, hogy egyszer ezt miért nem betört papírra? Hát nem biztos, hogy azt szeretném, hogy én írjam meg. Sokkal jobban szeretem azt, ha valaki más írja meg rólam, és nem találtam még meg azt a szemét, aki... Hoppá, ránézett. Ő újságíró. De nem tudok írni, az a baj. Nem tudsz írni újságíróként? Hát most úgy mondom, hogy azt érdemdúsan, színesen el kell tudni mesélni azért. Nagyon jó a jegyzetekből látom. Hát abba jó vagyok. Te írnál ilyet egyébként? Most csak nem össze akarom ezt hozni, ezt a történetet, csak hogy nem a saját történeted, nem a saját sebed. Ugye Szabó Magdától kérdezték meg egyszer, hogy mit ír, ő mondta, hogy a hazait. Mindig a hazait, ami otthon volt, ami a gyerekkor, ami fáj, ami seb, ami élmény. És valaki kérdezte tőle egy interjúban, hogy mi lesz akkor, ha elfogy a hazai. Te ettől nem félsz? Nem. Gondoskodik róla az élet, ez tény. Igen, ezt most egyelőre nem félek, de hogy ilyet tudnék-e egyébként igen, írni? Igen. Nem tudom, nem próbáltam. Ha valaki... Valószínűleg csak akkor, hogyha az illető közel állna hozzánk. Kérdezhetek-e tőled? Bármit. Bármit? Uh-huh. Na, köszönöm. Majd eldöntöm, hogy válaszolok. Abszolút így van. Neked például úgy, hogy kislányként úgy nőttél fel, hogy nincs lábad. Uh-huh. Neked a nővéd cseperedésedben például ez okozott-e bármilyen fajta kétséget? Mert azon gondolkodtam, hogy ha egy pessimistább vagy kisebb önbizalmú lányról beszélünk, kislányról beszélek, abba okozhat ez gátat, hogy Úristen azért, amikor én majd nagy lány leszek, akkor ez majd hogy lesz? Én szerintem full pessimista ember vagyok ám. Igen? Persze. Hát ez nem... Full. Tehát, hogy én azért vagyok pessimista, mert én pozitívan szeretnék csalódni. Nem úgy van, hogy bele akarom élni magam valamibe, aztán nem úgy sikerül, és összeomlok. Én inkább nem érem bele magam semmibe, vagy a legrosszabbra gondolok, és utána nagyon örülök. Én mindig azt szeretem. Ez jó taktika, ezt sokan mondják. Igen, én ezért szoktam így lenni. És hát így a gyerekkoromban, meg így a nővécseperedésben, igen, okozott gondot, de nem a lábaim hiánya, azt gondolom, hanem pontosan emiatt a lábaim hiánya miatt próbálok kompenzálni. Tehát, hogy próbáltam mindig valamiben nagyon-nagyon jó lenni, hogy ne az legyen, hogy a lábatlan, hanem az legyen, hogy mondjuk a sportoló. És én rengeteget tettem azért, hogy a sportolóként nézzenek rám, ne úgy, mint a láb nélküli lány. És ez így van a nőiesség terén is, hogyha már nincs lábam, és én elfogadtam magam, így jól érzem magam a bőrömben, akkor legalább mondjuk legyen szép a bőröm, legyen szép a hajam, és ezekért én nagyon-nagyon sokat teszek, és például egy pattanástól, vagy ha meghízok, teljesen kizolok készülni. Tényleg? Teljesen. Csak mi hisztik jönnek? Nem is hisztik, de hogy így nagyon magamba tudok fordulni. Tehát, hogy most is van egy-kettő pötty az arcomon, ne vizslassál! De most már, igen, most már nem olyan durva, mint mondjuk múlt héten.
Szóval ezektől ki vagyok teljesen. Nem tudom miért, mert legalább úgy vagyok vele, hogy szeretem a szép dolgokat, szeretem, ha én is úgy szép környezetben vagyok, az én testem is úgy rendben van, tehát hogy izmos, nem vagyok elhízva, tehát hogy ezek nekem fontosak. És ha mondok egy életből vett, lehet, hogy teljesen rossz példát, de például azon elgondolkodik az ember, amikor közelít felé egy, hogy mondják ezt, épp testalkatú fiú, akkor elkezdtél te gondolkodni azon, hogy hú, hát őt nem zavarja ez, vagy ő tényleg engem akar? Ezek ilyen, nincsenek az emberben ilyen belső kétségek, legalábbis a kezdetén? De, és voltak is, és a páromtól néha, mai napig így megkérdezem, te amúgy téged nem zavar, hogy nekem nincsen lábam, és akkor így mondja, így 4 év után, hogy ezt jó, hogy most kérdezed, amúgy nem. Tehát, hogy nem, ez is ilyen poén szinten van. Ez így nem fordult meg bennem, hogy emiatt kevesebb lenni. Tehát, hogy nekem a szüleim annyira jó munkát végeztek, meg nyilván én is kellettem hozzá, hogy én teljesen tisztában vagyok magammal. Tudom, hogy ezen a helyzeten nem lehet változtatni, és valószínűleg, hogyha lehetne kívánságom, nem is akarnék változtatni, mert szerintem az egyik legjobb dolog tényleg viccen kívül, ami történt velem, az, hogy így születtem, mert én látom a testvéremet, hogy milyen nehéz utakon megy végig, és hogy jut el oda, ahova el szeretne jutni, tehát hogy tényleg szerintem nehezebb dolga van, és engem az úszás... Nehezebb dolga van két lábbal. Szerintem igen. Miért? Milyen értelemben? Mert engem, tehát hogy azzal, hogy nincs lábam, van egy csomó előnye ennek a dolognak, és én mindig ezt nézem, hogy például itt a Rocky kártya, vagy vannak ezek a kedvezmények, amiket nem nagyon szoktam használni, de például az, hogy közlekedek Budapesten, ha BKV-t használok, akkor az ingyenes, akkor bárhova le tudok parkolni, mert azt se kell fizetni. Tehát hogy ilyen apróságok, de hogy mind hozzátesznek, és mindig azt nézem, hogy hát milyen szerencsés vagyok. Mindig azt érzem, hogy szerencsés az élet, amiben vagyok, és ezt annak köszönhetem, hogy nincsenek lábaim. Hát, vagy inkább a szemléletmódodnak, nem? Lehet. Hogy egész egyszerűen, most így megfejtelek talán, hogy van egy élethelyzet, amiben te belekerülsz, és megpróbálod, akármennyire pessimistának is próbálod magad beállítani, megpróbálod azt olyan fénytörésbe látni, láttatni a saját magad számára, hogy abból kihoz egy saját magad számára nagyon életképes és előnyös konstrukciót. Szerintem ennek nagyon rengeteg előnye van, hogy tényleg, hogy én így születtem, és a tesóm fogalmazta meg jól, hogy például csak, hogy egyet mondjak a sok közül, ő amíg gyerekkorában ott tényleg suliból hazajöttünk, és akkor fűzögette, hogy a kinti cipőjét felvegye, és akkor egy nyuszifű, még egy nyuszifű megkerüli, és kötögette a cipőjét, hogy végre kijöhessen. Én már rég gördeszkáztam a többiekkel, és rávártam, hogy kijöjjön. Szóval ezek ilyen, de tényleg, hogy van egy előnyöm az életben, ami lehet, hogy a hátrányom, de én ebből előnyt tudtam csinálni. Na ez csinálni. A jó mondat, így van. Tehát így kell előnyt csinálni a hátrányból. Igen. De nem is emlékszel olyan pillanatra, hogy úgy nagyon sóhajtottál volna életed során bármikor, hogy bárcsak lenne nekem állam. Nem is tudom. Így az életben van egy-kettő ilyen szituáció, de például azt se bánom, hogy nem tudok táncolni, mert annyira olyan zárkozott ember vagyok, hogy nem szeretnék táncolni se. Nem emlékszem ilyenre, hogy bárcsak lett volna. Marci, a te esetedben is van ilyen? Egy ilyen igazságtalanság, rád vonatkoztatható méltánytalanság, ami úgy el tud találni? Nagyon szeretnéd-e valami ilyet találni az én életem? Ha nincs, nincs. Most mire gondolsz? Például van, irodalomban díjak vannak, igaz? Például. Én úgy szoktam mondani, hogy az én díjaimat megszámolni is nehéz, mert hogy egy sincs. De... Na hát, az a jó, ha te... Tehát nem, próbáltalak rávezetni, és akkor ugye... De hát rengeteg író van, akinek nincsenek díjai, tehát hogy ahogy olimpiai vagy paralimpiai bajnok is nagyon kevés ember lesz, nem? Tehát aki a második vagy harmadik, az ugyanúgy ott van. Bármit változtat. Ki kell járni bizonyos dolgokat a íróként, és én ezzel nem foglalkozom. Már ki kell járni a döntnököknél? Mit tudom én? Hát ez ilyen belterjes
Igen, ilyesmi is van. Tehát jóban én kell lenni körökkel ahhoz, hogy adjanak díjat, de te körön kívül vagy. Igen, meg viselkedni kell, és ahonnan én jöttem, ahogyan én jöttem, amikor én jöttem, ezt az ajtók előttem így mindig csukva lesznek, amiatt. Tehát nekem van egy ilyen sáros múltam. A sáros múltalat? Az a általad említett fantasztikus sikerem, az igazolt hiányzás. Aha. Tehát az... Azt nem tudják neked megbocsátani? Azt nem. De melyik részét? A plakátokat? A mit? Hát azt a felhajtást. A felhajtást. És azt, hogy mire? Aha. Tehát nyilvánvalóan rengeteg olyan ember van, aki soha több nem fog a kezébe venni, nem fogja a kezébe venni az én könyvemet, mert abból arra emlékszik, azt olvasta, abban belenézett, és... Te már gyűlölöd azt a könyvet? Eljutottál oda? Én akkor se szerintem nem gyűlölöm. Szóval, hogy hát én most már azt így megszoktam, hogy én nem vagyok az a típus, ugye? Nem, van az a díjazott típus, én nem tartozom azok közé. A feleségem például most kapott díjat. Neki megjelent egy könyve, és most kapott díjat. Aminek te voltál a szerkesztője, ugye? Hát igen, hát abban is segítek. De igen, végül is díjazott vagyok. De jó, na tessék. Nagyon jó. Tehát ő például, amellett, hogy jó az a könyv, egy olyan típus, aki bejön, és akkor adjunk neki egy díjat, mert kedves, megnyerő. Aha, tehát szerinted majd nem vagy szerintem te is egy ilyen típus vagy. Te fogsz kapni majd ilyen, főleg, mondjuk nyer az ellenzék, és akkor kapsz majd ilyen kitüntetéseket. De miért? Babér, koszorú. Hát, hogy mindenkivel kedves vagy. Aha. Minél többet beszélsz, ugye, interjúalanyok, annál többet ismernek, akkor majd gondolnak rá, tehát ott az Endre. Hát adjunk már neki egy díjat. Szerinted majdnem, hogy személyiségeknek adják ma a díjakat, mint sem, hogy teljesítményeknek? De többnyire igen. És azt is megfigyeltem, hogy már nem a tehát nem a szerző díjazzák, hanem a szerző nevével reklámozzák a díjat. Uh-huh. Magyarul te úgy gondolod, hogy te nem fogsz kapni díjat ebben az életben. Én úgy. Amiben rád írok, ha kapsz egyet. Jó, majd gratuláljál. Gratulálok. Végezetül mind a kettőtökhöz szól a kérdés. Állítólag Fanni egyszer megkérdezte az édesapját, hogy szerinted én miért születtem? És azt mondta te apukád, hogy Istennek biztos, hogy terve volt veled. Rájöttetek-e, hogy mi lehetett-e veletek a Jóisten terve, hogy egy ilyen magas röptű kérdéssel zárjon? Nem tudom, talán igen. Vagyis hát remélem, hogy ez ugye eleinte, miután megtanultam úszni, az volt bennem, hogy biztos az, hogy paralimpia bajnok legyek, és akkor így valamit visszaad az élet, ugye, hogy elvett. Aztán utána rájöttem, hogy nem kell visszaadni a semmit, mert csak ad ezzel az állapottal együtt rengeteg dolgot, amit másnak nem. És aztán valahogy úgy azt gondolom, hogy talán azért küldött ide az élet, meg az Isten, hogy én is tanítsam a körülöttem lévőket. Tényleg nem kell leragadni az ilyen problémákon az életben, hanem vannak ennél sokkal rosszabb, tehát hogy én is mindig azokból merítek erőt, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint én, és látom, hogy milyen boldog életet élnek, és azt hiszem, hogy egy életünk van, azt pedig nem tölthetjük úgy, hogy keserűséggel és bánattal. És én ezt szeretném átadni a gyerekemnek is, hogy szociálisan legyen érzékeny, és fogadja el, hogy a virág az nagyon színes, és ettől szép. Marci? Hát, mivel mindenképp válaszolni kell a kérdésre, akkor úgy gondolom, hogy engem a Jóisten azért küldött ide, hogy azon gondolkodjak, hogy mi a Jóistenért küldött ide. És akkor ezt így egész életemben fogom csinálni. Vagy ezen gondolkodom. És ezek eredményei könyvek, amelyet nagyon sokan olvasnak. Igen. Hát maradjon ez így, legyen így, ha ez kell hozzá, hát ez kell hozzá. Én élvezettel olvastam. Októbbi kettőt feltétlen. Köszönöm. Illés Fanni, Gerlóci Márton, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük.